A pénzből mások mellett útépítések és az úthálózat fejlesztése valósul meg Szekszárdon és a közvetlen közelében. Például elkészül a város új elkerülő útja, de a tervek között mások is szerepelnek. Munka, ez 3-4 évvel ezelőtt kezdődött meg, és most teljesedett ki. Eddig beszéltünk sokszor arról, hogy milyen jó az együttműködés a minisztérium, miniszter úr személye is köztem és Szekszárdváros közgyűlése között, de ez az első olyan tetten érhető nyoma ennek az együttműködésnek, ahol már konkrét projektekről és konkrét fejlesztésekről és forrásokról beszélhetünk. Ha struktúrálnunk kellene ezt a fajta előterjesztést és magát a projekt halmazt, akkor három témát emelnék ki, vagy három felé osztanám elsősorban. Az első a gazdaságfejlesztés, amely inkább infrastruktúra fejlesztéseket és beruházásokat tartalmaz. Ez ugye a legfontosabb elemét tekintve magát az elkerülő útat, annak a megtervezését és majdani megépítését jelenti, hiszen valójában itt Szekszárdon a megyeszékhelyen valós elkerülő út nincsen. Ez az elkerülő út jelentős mértékben tehermentesíteni a város központját. Ennek köszönhetően a zöldváros projekt megvalósítására megnyílna Szekszárdon a lehetőség, és egyébként nem mellesleg ez az elkerülő út majd biztosítja az új ipari parknak a hátsó részének a feltárását is. Tehát nem csak egy klasszikus elkerülő út lesz, hanem egy ilyen feltáró útként is fog majd funkcionálni. Magának az infrastruktúra fejlesztésnek mellett az elkerülő út mellett azért vannak olyan jelentős elemei. Egyébként egy körforgalommal fog kezdődni ott a Tolnokhegynél és Ósiparnál maga az elkerülő út. De ennek a csomagnak részére a Keselyűs útnak a teljes felújítása, a kerékpár úttal történő kibővítés egész ki a Keselyűsig, Mátyás Király utcai vasúti átjáró megnyitása és a Fobi körforgalomnak a kibővítése, valamint a temetői feltáró útnak a megépítése az alsóvárosi temetőnél, hiszen a temető bővítés már megkezdődött. Gyakorlatilag egyelőre most a központi bejáraton keresztül kell megközelíteni az új helyeket is. Megígértük, hogy ideépítünk egy feltáró utat, és innen is megnyitjuk majd a temetőt. Tehát ennek a csomagnak ez is része lesz. Az egészségügyi alapellátást is fejlesztik a közel 2 milliárd forintból. Orvosi rendelőt építenek és befejezik az új ügyeleti központot. A másik fontos fejezete magának az oktató rendszernek, alapellátási oktatási rendszernek a bővítése és fejlesztése. Ennek a forrásnak köszönhetően olyan projekteket tudunk megvalósítani és befejezni, amelyekre saját költségvetésünk nem biztosítottunk a teljes egészében forrás. Itt a Bakának és a DNS-nek az energetikai korszerűsítésére gondolok például, hiszen több száz millió forintos önerő szükséglet kell ahhoz, hogy ezek a beruházások megvalósulhassanak. Nyilázáró cserével, hőszigeteléssel, napelemes rendszerekkel, hőszivattyúkkal, tehát egy korszerű energiaellátó rendszerrel felszerelt iskolát, vagy iskolákat hoznánk létre, ami nem csak a fejlesztés szempontjából fontos, hanem a későbbiekben az üzemeltetést teszi sokkal kedvezőbbé és olcsóbbá. És ezek azok a beruházások, amelyek majd szükségesek ahhoz, hogy a befogadó képesség mind minőségben, mind mennyiségben bővüljön és növekedjen az oktatási ellátó rendszerünkben. Ide tartozik ehhez a rendszerhez az óvodai férőhelyeknek a bővítése, hiszen ennek a forrásnak köszönhetően például Szőlőhegyen végre a meglévő óvodának a felújítása és bővítése is meg tud történni. A harmadik nagy fejezet pedig a szociális ellátórendszer, az pedig nem jelent mást, mint magának a bölcsődei rendszernek a bővítését és a korszerűsítését. Itt is kiemelném, hogy Szőlőhegyen ennek a forrásnak köszönhetően egy teljesen új bölcsődét fogunk majd építeni. Tehát a szociális oktatási ellátórendszer jelentős mértékben, minőségben és mennyiségben is fog fejlődni. Valamint befejezik a Baka István és a DNS Valéria általános iskolák energetikai korszerűsítését is. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter azt mondja, fontos szerepet szánnak Szekszárdnak, ugyanis közös érdek, hogy a város és a régió is fejlődjön. A Paksnak a befogadó képessége, a egy utcás település ölgeszerkezette, mindig is hangsúlyoztuk, hogy nem mindent tud befogadni, akár a népesség vonatkozásában, akár ipart. Mi mindig régióban gondolkoztunk, és ebben a régióban Szekszárdnak, mint megyeszékhelynek értelemszerűen fontos szerepet szántunk. A miniszter szerint a Tolnai megyeszékhelyen épülő iparterületi útnak köszönhetően például az ott működő vállalkozások könnyebben jutnak el majd Paksra. Az orosz fél nem egy blokkot akar, nem ezt a két blokkot akarja megépíteni, hanem azért akarja ezt példamutató megcsinálni, hogy más megrendeléseket is kapjon. Mi ebbe a várossal mindig jó partnerségre
törekedtünk akár az 1-4 blokk kapcsán, akár most is a bővítés kapcsán. Mi bízunk benne, hogy ez a közös együttgondolkodás gördülékenyen fog ezután is zajlani. Ez közös érdekünk, hogy mind a város, mind a régió fejlődjön. A tervek között az is szerepel, hogy Szekszárdon 200 lakást építenek.